folytatjuk is, vagyis akkor belevágunk egész pontosan Bangoné Borbé Ildikóval és Rig Lajossal. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Jó reggelt. Jó reggelt! És hát gyakorlatilag hétről hétre beszélünk arról, hogy valamelyik kórházban probléma van, valamelyik osztály leáll, aztán megoldódik, aztán jön a következő, ugye az Alagerszigi traumatológia, Budapesten az Uzsoki Kórház sürgősségi osztálya, mind a kettő újraindult, rendeződtek a gondok. De most ugye Rig Lajos Facebook posztjából azt hallottuk, hogy a Tapolcai Kórházban nincsen sürgősségi ellátás, ami gyakorlatilag ugye mindenkinek rossz, mert hogy messzebb kell vinni a betegeket, főleg egy ilyen balatoni nyaralós időszakban. És még egy dolgot tegyünk hozzá, mert nagyon sok ember valószínűleg azon gondolkozik, hogy mi lehet a háttérben, többnyire ugye a pótlékok. Tehát ugye alapvetően nem is a fizetés, hanem hogy a pótlékok miatt döntenek úgy orvosok, hogy ott hagyják a munkahelyüket. Bocsánat, csak hogy... Igen, ugye azt tudni kell erről a helyzetről, ez nem új keletű, ez már közel egy éves, hogy a Tapolcai Kórháznak a sürgősségi fogadóhelye, illetve az a 15 aktív belgyógyászati ágy már nem működik. Most, amit ön is mondott, hogy a nyári időszakban ez fokozottan jelentkezik, hiszen ha azt veszük, Baracsony-Tomajon a strandon rosszul lesz valaki, van egy vérnyomás kiugrása, vagy egy vércukor ingadozása, ami nem szükséges egy többnapos kórházi befekvés, csak egy pár órás megfigyelést, az eddig be tudtuk vinni Tapolcára, ott megfigyelték, ellátták, és egy 24 órán belül elengedték. Ehhez kellett megtenni a mentőnek kb. 30 kilométer. Most ugyanezt a feladatot egy 80 kilométer megtétele után Ajkára sürgősségi osztályra visszük be, ugyanaz a procedúra eljárás lezajlik, megfigyelik, és egy 24 órán belül elengedik. És hozzá kell tenni, tehát a Tapolca kórház vonzás körzete az kb. 72 ezer fő, plusz a nyári időszakban ez plusz 30 ezer fővel megnövekszik, és még ott van az Ajkai kórháznak a területi ellátási kötelezettsége, tehát egy óriási teher zúdul rá az Ajkai kórházra. Ezért is kértem egy adatigénylést, hogy hány olyan beteget szállítottak be Tapolca és környékéről az Ajkai Kórház sürgősségi osztályára, amit 24 órán belül, felvételt követő 24 órán belül haza is engedtek. Azt magyarázzuk el a nézőknek, igen, hogy a többes számot azért használtam, mert mentőtisztként is dolgozik. Mentőápolóként. Sajnos nagyon sok kollégám mondta el ugyanezeket a tapasztalatokat, sőt az Ajkai Kórházba érve lehetett látni az orvosoknak és az ápolónőknek is a leterheltséget. Ezt akartam kérdezni, hogy ott akkor nincsen plusz kapacitás? Nincs. Sajnos attól, hogy nem üzemel Tapolcán a sürgősségi fogadóhely és ez a belgyógyászati osztály, plusz nővéreket és plusz kapacitást az Ajkai Kórház nem kapott. Ezért is mondtam azt, hogy szükséges lenne újraindítani azokat a meglévő belgyógyászati ágyakat kihasználni, hiszen papíron ez létezik, tehát engedélyük van rá, csak ugye ott van, amit már nagyon sokszor elmondtunk, a humán erőforrás. Ennek is lehetne egy megoldása, tehát a kórházigazgatóknak nem hallgatniuk kell, hanem a problémákat elmondani. Egy diagnózist úgy lehet felállítani, hogyha panaszokat elmondjuk. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, hogyha most visszanéznénk az elmúlt éveknek a statisztikáját, hogy ez nyáron alapvetően mindig probléma szokott lenni. Többnyire a szabadságolások miatt, ugye ezt nagyon sok egészségügyi szakember elmondja, önmagában a nyári időszak, ugye pontosan ugye a szabadságok miatt mindig nagy terhet, nagy gondot okoznak az egészségügyi intézményeknek. Ilyenkor azért tudnak tervezni. Általában nyáron, június és augusztus közepette az elektív műtéteket, azokat elhalasztják, és csak a sürgősségi dolgokra koncentrálnak, és így ki tudják adni a szabadságokat. Most viszont be kell hozni egy óriási lemaradást. Másfél év elmaradását próbálják meg behozni a kórházi dolgozók, úgy, hogy megfeszített munkatempóban dolgoznak. A kormány kitüntette őket 10 nap plusz szabadsága. Most képzeljük, hogy lehet ezt kiadni, egyféleképpen, ahogy a kormány gondolta, 2023. december 31-ig kell kivenni ezt a 10 napot, tehát nesze semmi fog meg jól. Ezeknek a dolgozóknak az kell, amit a MESZK is hangsúlyozott, hogy a középkádereknek, a szakdolgozóknak a bérfelzárkóztatását már most meg kell kezdeni, nem 2022. januárjában. Na, pont ezt akartam kérdezni, és kérjük Bangoné Borbé Ildikót, hogy csatlakozzon, hogy az ellenzék hol nyúlna hozzá ehhez a rendszerhez, mert ugye tegnap Kincses Gyula itt volt, és azt mondta, hogy ők örülnek az orvosi béremelésnek, bár olyan nagyon a részletszabályokban nem tudtak belemenni, mert egyszer csak kapták a telefont Orbán Viktor környezetéből, hogy akkor megállapodhatnak, de azért itt egy csomó részlet van, ami problematikus, például éppen ez, hogy ügyeletben senki nem kaphat magasabb óradíjat, mint főállásban.
Pontosan. Amit ugye senki nem ért, hogy ez hogy lehet így, pontosan, a másik meg ugye a szakdolgozói bére. A kollega is elmondott, hogy képviselőtársam, hogy itt az új szolgálati jogviszonnyal, amit márciusban vezettek be, persze rendezték az orvosoknak a bérét, és ebből a felmérésből is kiderül, hogy azért az orvosok elégedettek, de maga az ügyeleti rendszer meg nincs benne ebbe a bérfejlesztésbe, és persze amikor az ember azt olvassa, hogy ha jól olvastam, ilyen 9 és 12 ezer forint körül lennének elégedettek az orvosok, hogyha az ügyeleti rendszert tudnák finanszírozni óránként, de van olyan kezdő orvos most, aki 1000 forintos órabért kap az ügyeleti rendszerért, és ez tényleg megalázó, ha úgy vesszük, hogy éjszakázni kell, már a rendes munkaidőn kívül kell ezt az ügyeleti rendszert fenntartania, és amit Lajos is mondott, hogy a szabadságolás a nyári időszakban, hát túl vagyunk 3 Covid hullámon. Nem tudták még az egészségügyi dolgozók azt sem kipihenni, és itt vagyunk a küszöbén a 4. hullámnak. A betegek azt látják, hogy óriási a várólista, az elmaradt műtétek, és nem tudjuk behozni ezeket a lemaradásokat az egészségügyben, és azt látjuk, hogy ehhez hozzá kell nyúlni, és hozzáteszük, hogy közben meg a szakdolgozóknak a bérrendezése nem történt meg az ápolónőknek, a műtősnőknek, a műtősasszisztenseknek, ami nagyon fontos lenne, mert többször elmondtuk már ebbe a műsorban is, hogy egyik a másik nélkül nem tud működni. Ha az valamennyit ők is kaptak, csak ugye nagyon kinyílt az olló az orvosi bérekhez képest. Hát azért valljuk be őszintén, hogy 150 ezer forintos nettó bérrel, vagy ha még 200 ezer forintot is eléri egy nővérnek a fizetése, hát amilyen munkát elvégeznek most, ahogy le vannak terhelve, és látjuk azt, hogy mondjuk éjszaka, amikor én is most feküdtem benne nem régen a kórházba, amikor egy osztályra jut 2 nővér, és tele van frissen műtött betegekkel, vagy akármilyen betegséggel bennfekvőket, nem tudja ellátni úgy a munkáját, ahogy kellene, mert lehetetlenség egy osztályt 2 nővérnek kezelnie, és ezt a kormány évek óta halogatja. Persze kapnak egy minimális béremelést, de ez nem elegendő. És látszik is a feszültség amúgy az egészségügyön belül, hogy az orvosoknak próbálták rendezni a bérét, viszont a szakápolók meg ott maradtak. És hát ugye pont emiatt is demonstráltak ugye közel 2 héttel ezelőtt a Hősök terén. Ugye egy kapcsolatban emlékeim szerint még nem kaptak választ sem Pintér Sándortól, hát sem de pedig azt kapták, Kester... hogy érdemeik elismerése mellett több pénz nincs. Tehát hogy azt mondják, hogy nagyon-nagyon hálásak. Ezt mondta talán Kásler Miklós, hogy köszönni igen, a de... munkájukat. Pintér Sándor meg azt mondta, hogy ő nem illetékes. Igen, de van egy másik levél is, aminek a tartalmát nekünk adáson kívül mondta el, ugye a vendégünk, ő meg nem hatalmazott most arra fel, hogy ezt ugye elmondjam, de abban több a pozitívum, mint amit mondjuk esetleg Kásler miniszter úr mondott. Nem tudom, mehetünk tovább másik témára, mert nem tudom, mert nem végeztem közövén kutatást itt a stúdióban, hogy hányan vagyunk, akiknek vannak gyerekei, nekem vannak, azt tudom, hogy neked is. És ugye a bölcsöde, ja, akkor mindenkinek van. Mindenkinek. Szuper, de jó, mert ez a bölcsiskorú gyerekekről van szó, hogy elismerik-e, hogy a kormánynak a családokat érintő támogatásai azért hónapról hónapra, évről évre egyre jobb. Mire gondolok? Novák Katalin ugye most azt is bejelentette, hogy 40 ezer forintos egyszeri támogatásban részesülhetnek azok a szülők, akik egyébként dolgoznak, vagy visszamennek dolgozni, és családi bölcsödébe, vagy munkai bölcsödébe jár a gyermek. No, pláne havi 40 ezer. Igen. Maximum, igen, család. Hogy havi, igen, bocsánat. A miniszter asszony, nagyon becsülöm, hogy hétről hétre kiáll és elmondja, hogy mennyivel támogatják a magyar családokat. De ez baj, csak, ahogyha támogatják baj, őket? Csak azt felejti el elmondani, hogy a bölcsödei gondozási díjat ők vezették be. A Fidesz kormány vezette be, hogy az étkezésen kívül a gondozásért is fizetnie kell egy családnak, hogyha igénybe veszi a bölcsődét. Ha ők támogatni akarják a magyar családokat, akkor miért igényelni kell? Miért nem automatikusan hát jár ez a 40 ezer forint? Azért, ha rászorultsági alapon adjuk, igen, az mondjuk egy szocialista politikusnak kell, hogy tessen, nem? Mert hogy miért ne kapjon mindenki. Miért vezetjük a bölcsődei gondozási díjat, ami addig nem volt? Azért kellett utána ezt a 40 ezer forintot megállapítani, mert hogy nagyon sokan nem tudták kifizetni a bölcsödei gondozási díjat, vagy nehézséget okozott. Mert azért gondoljunk bele, hogy elmegy az ember dolgozni, és akkor azzal szembesül, hogy az étkezés mellé még gondozási díjat is kell a gyerek után fizetni. És én mindig azt mondom, hogy ha tudjuk, hogy rászorult egy gyermek, és az kormánynak minden eszköze megvan, hogy tudja, mert minden adatot tud a családokról, az önkormányzatok, a intézmények által,
akkor miért kell igényelni? Azért kell igényelni, hogy kevesen vegyék igénybe, mert tudjuk nagyon jól, hogy egy bürokratikus rendszerbe mindig problémát okoz az igénylés. Ha tudja, hogy rászorult, akkor meg kell szüntetni a bölcsődei gondozási díjat, és megvan a probléma oldva. Hogy fordítsuk meg kicsit a kérdést. Miért adják ezt a 40 ezer forintot? Ez egy ösztön. Én úgy gondolom, hogy inkább ez egy ösztönző pénz. Ösztönzi arra, hogy menjen vissza a munkahelyére dolgozni, vagy álljon munkába. Itt, és mi itt a kérdés a hátsó részről? Az, hogy kevés a munkaerő. Ösztönzik az anyukákat arra, hogy adják bölcsödébe a gyermekeiket, ne legyenek otthon velünk 3 évig. Ne a jóisten, a végén még visszatérünk a svájci rendszerre, amikor 3 hónap után ugye magánbölcsödébe adják a gyerekeket, és visszaküldik a munka világába. Hát, ezt, az én szememben ez egy ösztönző pénz. Egy családnak nyilván. Meg azt azért tegyük hozzá, hogy ez a 3 éves otthonlét azért nem sok Európai Uniós országban van. Sőt, nagyon kevés helyen. Tehát, hogy, na jó, egyébként egy egészséges világ. Az 3 évig otthon marad a gyermeke. De hát mi akkor többi ország? Meg a 21. században, hogy ezt minden család és anyuka eldöntse magának. Igen, inkább arról kellene még beszélni, hogy van-e elég férőhely Magyarországon. Örök probléma, hogy évről évre kevés bölcsődei férőhely épül. Nem ott épülnek meg a bölcsődék, ahol szükség lenne rá, mondjuk a nagyvárosokba és vonzás körzetébe, ahol nagyon nehéz azt elérni, hogy a gyereket bölcsődébe tudják adni. Ezekről a problémákról érdemes beszélni. Persze tett erőfeszítéseket a kormány, csak pontosan az a hiba, hogy közben folyamatosan elfelejtik, hogy olyan díjakat vezettek be, ami utána meg azt eredményezi, hogy be kell vezetni egy ilyen támogatást. Menjünk tovább, mert van még egy nagyon fontos téma, amiről szeretnénk kikérni az önök véleményét. Az most már biztos, hogy egyre több felmérés készül azzal kapcsolatosan, hogy a Pegazus ügy hátteréről, helyzetéről, amilyen ismereteink vannak, ki mit gondol. Sok felmérés van, láttunk olyan felmérést, hogy a kormányzatot támogatók körében sem hiszik azt el, hogy erre szükség volt, mármint az, hogy mondjuk akár ellenzéki, vagy politikusokat, vagy mondjuk újságírókat lehallgassanak. Ezzel kapcsolatosan álláspontjuk mi? Ilyen kém szoftverekre véleményem szerint akkor van szüksége egy kormánynak, amikor akár alvilági, akár nemzetbiztonság, politikai vagy technikai okok miatt valakit megfigyelnek. Azért, hogy van egy oknyomozó újságíró, és egy bizonyos ügy után nyomoz, nem szükséges lehallgatni és megfigyelni. Viszont, hogyha vannak olyan politikusok, akik rendelkeznek alvilági kapcsolatokkal, azt hallgassák le, és göngyölítsék fel ezeket a szálakat. Nem vagyok nemzetbiztonsági szakértő, de amikor meghallottam ezt az ügyet, nálam is kiverte a biztosítékot. Nem lehetünk benne 100%-ig biztosak abban, hogyha a Fidesz érdeke úgy hozza, akár politikusokat, akár újságírókat, közéleti szereplőket, a saját érdekeik miatt lehallgassák, és olyan helyzetbe hozzák, hogy ez a közvéleménynek a kontaktusát az megváltoztassa. Amit látunk, hogy 3 hete robbant ki a botrány, 1 hónapja körülbelül igen. Hogy nem kaptak sem az állampolgárok, se a politikusok, se az újságírók, gazdasági szereplők, akiket tudjuk, hogy megfigyeltek, megnyugtató választ, hogy mi is történt. Hát valószínűleg, hogy ez az kell, hogy nyomozzanak. Hát az ügyintézetben az ombudsman vizsgálódik. Ellenzéki politikusok javaslatára kezdik. Csak hát látjuk Magyarországon, amikor ellenzéki politikusok kezdeményeznek egy vizsgálatot. Hát én is millió egyszer fordultam ügyekkel Polt Péterhez. Polt Péter továbbítja a rendőrségnek, majd néhány hónap múlva lezárják az ügyet. Ez csak látszat. Itt nagyon komolyan kellene vennie a kormányzatnak, és azt sem láttuk, hogy akár megszólalt volna Orbán Viktor komolyabban erről az ügyről, vagy maga az igazságügyi miniszter, vagy Pintér Sándor, vagy Polt Péter. Hát voltak ilyen... Pintér Sándor szívesen megszólalt volna, csak ugye a fideszesek nem mentek el a nemzetbiztonsági bizottság. Nem jöttek el a fideszesek a bizottság ülésre, és megakadályozták Pintér Sándor. De már ő előtte is elmondta, képviselőasszony, ön is emlékszik rá, hogy Pintér Sándor már előtte megszólalt, mert azt mondta... Megfenyegette az újságírót, hogy ne kérdezzenek meg még a kérdést is. Hát mert nemzetbiztonsági kockázat. Államtitok. De igen, ugye igen. Ezt tudjuk, hogy ez igen. Valóban az, tehát de erről az zárt ülésen. Kiderül, hogy gazdasági... Bocsánat, csak ő már azt mondta, bocsánat, hogy megint a szavába, hogy ő már ezt megelőzően ugye azt mondta, hogy törvénytelenség nem történt.
Tehát lehet ez ügyészségnek... Már a fideszesek sem hiszik el. Ja, ebből a felmérésből már az is kiderül, hogy még a fideszesek is azt mondják, a fideszes szavazók, hogy nagyon nagy baj az, hogyha egy országban ilyen történik, hogy meghallgathatnak gazdasági szereplőket, újságírókat, politikusokat, és azt is látjuk most a megismert adatokból, hogy soha nem látott mértékben ad megfigyelési jogosultságot az igazságügyi miniszter, Varga Judit. Erre kellene választ adni a kormánynak, hogy mi történik itt, és azt is látjuk, hogy ez nem magyar probléma, hanem nemzetközi botrány alakult ki ebből az egész ügyből. Úgy látszik, visszatérünk egy ilyen kommunista rezsimbe, hogyha visszamegyünk az időbe, kb. 50-60 évvel ezelőtt Svájcban is volt egy hasonló ilyen megfigyelési botrány, amikor a moszkvai befolyásoltságot próbálták a máshogy gondolkodó svájciak körébe ugye nyomozni, és ott is egy óriási országos botrány lett belőle, és utána mindenki személyesen betekinthetett az aktába, a kormány is felháborodott ezen. Én azt gondolom, hogy itt is ugyanolyan szálak vannak, csak technikailag mások. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.